Székesfehérvár az egyik legnagyobb múltú magyar város, hajdani királyi székhely, ennek megfelelően történelmi és kulturális látnivalókban igen gazdag. A Dunántúl harmadik legnagyobb települése, Budapesttől mintegy 65 km távolságra. A városi kalandozásunk első állomása a gyönyörű Borivár. Az a megtiszteltetésért, hogy itt lehetünk a Borivárba, és magának a várnak az építőjének az unokájával beszélgethetünk a vár történetéről is, hogy hogy is alakult ki, hogy épült meg a vár. A Borivárat Bori Jenő építészmérnök és szobrászművész építette. Felesége Komocsin Ilona festőművésznő volt. Bori Jenő székesfehérvári születési volt, és amikor a diplomáját megszerezte, Budapesten élt, és ott volt műterme, és ott dolgozott. De visszahúzta a szíve Székesfehérvárra, és megvásárolta ezt a területet, ami abban az időben egy szőlőhegy volt. Mindenhol szőlők, gyümölcsösök és présházak. Itt is ugyanez volt. Először egy családi nyaralónak gondolta, későbbiekben pedig fokozatosan építette a várat körülbelül 40 nyáron át. A három gyermekük volt, két lányuk, akik ikrek voltak, az egyik ikerlány volt az én édesanyám, és azon kívül pedig egy öccsük, egy fiúgyermek. Heten voltunk unokák, sajnos már csak négyen vagyunk, úgyhogy jelen pillanatban is, és mindig is a család magántulajdonában volt a vár. Az építőművész házaspár halála után a gyermekeinek, aztán az unokáinak, jelenleg pedig már a déd és ükunokák is részt vesznek a vár fenntartásába. Én itt születtem ebbe a várba, 1944-ben, amikor Székesfehérváron nagyon komoly háborús harcok folytak, és egy másik unokatestvérem másnap ugyanitt született. Úgyhogy nem csak emiatt, hanem azért is kötődünk mindnyájan a Borivárhoz, mert gyerekkorunktól kezdve minden nyarunkat itt töltöttük a Borivárba, és ez a Borivár egy csodálatos gyerekparadicsom volt, mert keves volt még a látogató, és mi magunkénak éreztük a várat, és azt csináltunk benne szinte, amit akartunk. Akkor még élt a nagyapánk, aki 1959-ben halt meg 80 éves korában, és mindig segítettünk neki téglát hordani, mert még mindig szépítette a várat, meg a háborús károkat hozta helyre, és pénztároskodtunk, hogyha jött az a pár látogató, aki jött, és ezért mi mindig kaptunk egy kis zseppénzt. Nagyon szerettünk itt lenni, mert voltunk többen hasonló korúak, úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat. Az egész várat áthatja a szerelem, a szeretet és az összetartás érzése. Épp ezért még több mindent meg szerettem volna tudni erről a különleges helyről. Ki volt Bori Jenő és hogy épült a vár? Bori Jenő építész és szobrászművész volt, 1879-ben született Székesfehérváron. Az édesapja géplakatos mester volt, heten voltak testvérek. Nagyon fontosnak tartotta az édesapa a gyermekei tanítatását, így Bori Jenő Pesten a Műegyetemen szerzett építészmérnöki oklevelet. Később beiratkozott a mintarajziskolába, és ott ismerte meg feleségét, Komolcsin Ilonát, aki szintén festészetet tanult. Olyan kiváló mesterektől tanult Bori Jenő, mint Strób Alajos és Székely Bert. Később egy-két évig tanulmányútra ment Német és Olaszországba, Carrarába a márványszobor készítésnek a technikai fogásait ismerte meg. A várnak az építése, a telekvásárlás csak 1912-ben történt, a család Pesten élt, és a nyári szüneteket töltötték itt. Ez egy szőlőhegyi telek volt egy kis présházal, innen indult az egész. Ebből alakított ki a művész egy lakóházat és egy műtermet. Később aztán, ahol sokasodtak a szobrászati megrendelései, fokozatosan építette 40 nyáron át. Voltak segítői? Hát csak egy-két szőlőhegyi munkás, de gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a két kezével építette, és ezért be is került a rekordok könyvébe, hiszen a világon ez a legnagyobb épület, amit egy ember kétkezi munkával épült. És ugye, hogy miért is épült? A turisták is sokszor kérdezik, ez tulajdonképpen a szerelem vára, a feleségének építette. Van két szimbolikus pontja a várnak. Az egyik a Hitvesi szeretet kápolnája, ahol a feleségét mintázta meg, és lépten nyomon a várba láthatjuk a hozzáét verseket, hiszen nem csak gyönyörű festményeken, szobrokon örökítette meg, hanem rengeteg verset is írt hozzá, és ezt ki is adták Márvány Szilánkok néven. A másik az életének a fontos pontja pedig a műterem, tehát ez a két szimbolikus pont, hiszen nagyon szerette a feleségét, a családját, és hát a munkáját is. Így lett teljes az élete, 80 éves korában halt meg.
a felesége néhány évvel később. Érdekes még a várral kapcsolatban, hogy ugye, ahogy meséltem, hogy ez egy szőlőhegyi telek volt, teraszosan alakította ki, nagyon gyönyörűen az egész területet. A legalsó terasz, ahol bejöttünk, ott mindjárt lehetett látni kararai fehér márványból a feleségéről a portrét, természetesen alatta a hozzáért kedves versorokat. Következett a művészek panteonja, ahol a lépcsőfokba aranymozaikkal a művésznek a jelmondata is olvasható, a kövek beszélnek. A művészek panteonjába a Munkácsi Mihálytól Blaha Lujzáig, Stóp Alajosig megtalálható nagyon nagy művészek. Itt pedig, ahol más állunk, az Elefántos udvar, a kis névadónak a szobrával jelképes szinte a hátán tartja az egész épületet, az árkádok alatt pedig vörös krétával az építészet négy nagy korszakát örökítette meg a művész, ami az ő elgondolása szerint hatott az építészetre. Innen tudunk felsétálni a belső várudvarba, ami szintén csodálatos látvány. Most felérkeztünk a belső váródvarba. Itt a földszinten a szobroknak a gipsz modelljeit láthatjuk. Ezenek az eredetie bronzba öntve vagy márványba faragva megtalálható valahol az országban. Az emeleten pedig a százoszlopos udvar, egészen Ámos vezértől Tinódi Lantos Sebestyénig láthatjuk a szobrokat. Érdekesség, hogy nagyon sok dolog a vár építésében használt anyag, a beton, és a szobrok is nagyon sokszor készültek betonból. Bori Jenő az építészetnek egy megújító anyagaként elsőként használta Magyarországon. És szembe természetesen a hitversi szeretetnek a kápolnáját láthatjuk, a falakon szintén a feleségéhez írt kedves versorokkal. Megérkeztünk a két toronyhoz, a zászlós torony és a csúcsos torony, és ugye a láncon egy hatalmas pallós függ, a régi váruratnak a pallós jogára emlékeztetve, de természetesen ez is betonból készült. Ez a torony, tehát itt is be lehet jutni a belső várudvarba, tehát ennek is van egy szimbolikus jelentése, a családot szimbolizálja, hiszen van egy kisebb, egy kupola, ő a kisebbik fiú, a György, a másik, a kettős kupola az Iker lányokat, és a két csúcsos kupola pedig a párt, az házaspárt. Tehát mindennek valami jelentése van. Az egészbe beletartozik mindenhol a család, a feleség iránt érzett szerelem és a művészet, hiszen ez a rész pedig már a műterem, amit szintén érdemes megnézni. Megérkeztünk a hitvesi szeretet kápolnájába, ahol ugye a szobor szintén a feleségét ábrázolja, és ott alatta látjuk a versorokat, amit szintén ő írt a szeretet feleségének. A feleséged igazi, szerette volna igazi várúrnőként éljen, tehát amikor dolgozott a váron, akkor is mondta, hogy ő ne hozzon Maltát, ő ne dolgozzon, ő legyen várúrnő. És lehet egyébként valamit tudni a feleség személyiségéről? Lehet, nagyon-nagyon kedves és nagyon szép nő volt. Tehát ugyanúgy nagyon szerették, mint hogy a férje is nagyon jó természetű volt, és nagyon jó humorral rendelkezett a főiskolai tanítványai, hogy emlékeznek rá. Akkor egy igazi sikertörténet, egy igen, igazi igen. Love story. Így van. A Borivárban tett látogatásunk után a város főterén folytatjuk beszélgetésünket. Vagyunk a város főteri Mariannával, és éppen arról beszélgetünk, hogy miért jelentős ez a hely, és mit találunk itt. A legjelentősebb az országalma, ami Ómann Béla alkotása. Az oroszlánok alatt három olyan évszám van, ami a város életében jelentős volt. 1001 István királlyá koronázása, 1688 a város török uralom alóli felszabadulása, és 1938 István király halálának a 900. évfordulója. Egy latin nyelvű felirat fut körbe, ennek a fordítása Fehérvár szabadság jogait Szent István adományozta. A gyönyörű sárga épület, a püspöki palota, az érdekessége, hogy részben ráépült a hajdani nagyboldogasszony bazilika alapjaira.
Nagy az ország egyik legjelentősebb copstílusú épülete. Fönt a háromszögű oromzatban egy gazdagon díszített püspöki címer, Milasin püspök címere látható. Nagyon gazdag a könyvtára, 70 ezer kötetes, középkori kódexekkel, ősnyomtatványokkal. És itt ebben az irányba pedig a magasba lehet egy nagyon különleges szobrot látni. Kocsis Balázs szobrászművész alkotása Mújkót ábrázolja, aki a Hunyadi háznak az udvari bolondja volt, és hát egy kortársművészeti fesztivál alkalmával került a magasba a szobor, de annyira megszerette a város, hogy örökbe fogadta. Itt pedig a Városháza kettős épülettömbjét láthatjuk. A jobb oldali a régebbi, már az 1700-as években is városházaként működött. A mellette levő egy 100 évvel későbbi magába foglalja a hajdani Zicsi palotát is. Egy összekötő híddal oldották meg az átjárást a két épület között. A legszebb, legdíszesebb része az épületnek a főbejárat, Thomas Kvarl kismartoni kőfaragómester alkotása. A bejárati kapu fölött székesfehérvár címere látható, az erkély ajtó két szélén a szobrok, Justícia és Prudencia az igazságosság és okosság allegorikus szobrai. Nagyon híres a Városháza udvara is, ugyanis 1938-ban itt országgyűlést tartottak, és itt döntöttek arról, hogy augusztus 20-a nemzeti ünnep és munkaszüneti nap lesz. Nagyon szép a Városháza belső berendezése is, az emeleten Abba Novák Vilmos gyönyörű falképeit lehet látni az 1938-as emlékév esemény örökíti meg, de itt látható például a Szent Korona, az Országalma és a Koronázási Kardnak a hiteles másolata is. Miről híres a romkert? A romkert a hajdani nagyboldogasszony bazilika maradványait őrzi, hiszen 5 évszázadon át István királytól a török hódításig itt volt a középkori magyar állam legfontosabb, legszentebb helye. Itt koronázták és temették el a királyainkat, összesen 38 királyt koronáztak a falai között, 15 királyt temettek el és 9 királynét. De itt voltak a királyi keresztelők, esküvők, az ország levéltárának, kincstárának, a koronázási jelvényeknek az őrzése, és itt tartották az első törvénylátó napokat is, amelyből később az országgyűlések fejlődtek ki. És hogy mennyire jelentős volt a Nagyboldogasszony bazilika a magyarok életébe, arról legjobb példa a fennmaradt hármas törvény, ugyanis csak azt fogadták el törvényes uralkodónak, akit az esztergomi érsek a magyar Szent Koronával és itt a fehérvári királyi bazilikába koronázott meg. Hát a mostani romokból igen nehéz elképzelni, hogy hogy is nézett ki Hajdanán, ebben rekonstrukciós rajzok segítenek. A legutolsó ismert formájában Mátyás király korában egy csodálatos gótikus bazilika volt, és 8000 ember fért el egyszerre a bazilikába. A török harcok idején az egyik toronyba lőporattárat rendeztek be, az itt levő lőpor felrobbant, és ekkor dőlt romba a bazilikának a nagy része. Annyira a végén elhordták a köveket is, hogy 48 év után már a régészek keresték a nyomai. Első évben Érdi János végzett feltárásokat, ő találta meg harmadik Béla és felesége Antioki Anna bolygatatlan sírját. Ez azért nagyon jelentős, mert összesen 38 rangosabb sírkamrát tártak fel, és csak ez a kettő volt, amit nem raboltak ki. Őket valami oknál fogva mélyebbre temették, mint a többieket. A földi maradványaik a budai Mátyás templomban vannak, a halott ékszerek Pesten a Nemzeti Múzeumban, a koporsók pedig a fehérvári Székesegyház altemplomában. A területen megtalált emberi maradványok egy részét a Mátyás templomba őrzik, a másik részét a keresztjelölt kőlap alatt az úgynevezett osszáriumba, csontkamrába. Itt, ahol most vagyunk, ez a rész nem tartozott a bazilika területéhez. 1938-ban épült meg. Ez a legszebb, legdíszesebb része az egész romkertnek, hiszen a legértékesebb emlékünket István király kőkoporsóját őrzi. Ez egy római eredetű kőszarkofág, amit átfaragtak. Ezt a szarkofágot nem István király halálakor használták 1038-ban, hanem halála után 45 évvel, amikor László király szenté avattatta. A nevezetes műemlékeken és épületeken kívül rengeteg minden található még Székesfehérváron. A városban bezseg az élet, és a főutcában például tucatszámra találhatóak szebbnél szebb vendéglők, nem kevés vendéggel. Mi is betértünk az egyikbe, mégpedig egy cukrászdába.
Itt vagyunk a Damnicki cukrászdában, és nem mással, mint a cukrászda tulajdonosával, Balázsral fogunk beszélgetni, aki egyébként mester cukrász, és a cukrászdának a történetéről, illetve hogy milyen finomságokat találhatunk itt, arról fogunk most beszélgetni. Szia! Köszöntelek itt nálunk Székesfehérváron. A cukrászdánk 1992 év végén nyílott. Három üzletünk van Székesfehérváron, most a belváros üzletben vagyunk, amit tavaly augusztusban nyitottunk, úgyhogy a vendégeknek külön kérése volt már évek óta, hogy a város szélére, a kül területekről csináljunk a belvárosban egy üzletet, úgyhogy a vendégek kérése teljesült, úgyhogy most már itt is elérhetőek vagyunk. És arról már korábban beszélgettünk, hogy itt az év fagylaltja, és az ország tortája is megtalálható. Pontosan milyen ízesítésűek ezek? Igaz, jó tudod. 2013-ban nyertünk a Vörösboros Málnával, ami hát ugye a nevében is benne van egy málna alapú fagylalt, amivel egy szekszárdi pincészetnek a vörösborával, egy merlóval készítünk egy eszenciát, és a mai napig ez az alapján, a recept alapján készül, amivel nyertünk. Illetve a következő évben, 2014-ben a Somlói Revolúcióval elnyertük a Magyarország tortája címet, ami a mai napig is szintén ugyanúgy nagyon népszerű vendégek körében. És főleg mi az, ami nyilván mester cukrászként mivel szeretsz a legjobban foglalkozni? Melyik része a... Hát mindenkinek van szíve csücske, nekem talán a fagylalt. Nagyon büszke vagyok rá, ugyanis Olaszországban tanultam magát a fagylalt készítést, úgyhogy kellett hozzá egy indítatás, hogy ezt az egészet így végig gondoljuk, ugyanis tehát amikor a nagyobbik fia még 6 éves volt, akkor Balatonparton sétáltunk, és bementünk fagyizni egy fagyizóba, és hát a gyerek mit kér? Természetesen hupikék, törpikéket kért. Láttuk, hogy kék a nyelve, és mondtam, hogy úristen, ezt a fagylaltot mi is készítjük, és akkor úgy döntöttem, hogy befejezzük, ennyi. Átálltunk azóta, tehát 2012 év végéje óta átálltunk teljesen természetes minden fagylaltunk, se festék, se aroma, se habosító anyagot nem használunk, mindenünk teljesen természetes. Ajánljak neked valami különlegességet, vagy a klasszikus ízeket szereted? Én ilyen savanyú szájú vagyok, tehát nem az édes szájú, hanem a savanyú szájú. Nagyon szeretem a savanyú gyümölcs ízesítést. Mutatok azért neked egy olyan fagylaltot, amire különösen büszkék vagyunk, a fekete tás málna pisztáciával. Ezzel a tavalyi évben a Európa bajnoki döntőig jutottunk. Wow! Úgyhogy ezt érdemes mindenképpen kóstold meg. Ott van mögötte a vörösboros málna. Vagy mondhatom akár a gyömbéres malátát, de ha savanyú ízt keresünk, akkor amit beszéltünk, említettem is neked, a szomolyai fekete cseresznye. Ez egy különlegesség. Annyi a lényege, hogy a legegyszerűbb, tisztább íz, csak maga a gyümölcs. Szomolyáról származik ugye a fekete cseresznye, tehát ezért utazunk oda-vissza 700 kilométert, minden évben veszünk bele egy 5-6-700 kilót, és ezt csak ebből készítjük. Zseniálisan jó a gyümölcs, ugyanis maga a húsa is vérvörös, sőt inkább mondhatnám azt, hogy fekete, és ebből készítjük, és azért olyan a színe, mint a tinta, vagy mint a cékla. Érdemes megkóstolni. Uh-huh. És van még olyan egyébként, amit így ti fejlesztettetek ki? Tehát, hogy amit ami újon új íz? Ami a pultban látsz, ez mind saját fejlesztés. Nekünk nincs olyan fagylaltunk, amit mástól veszünk át, még a receptek is mind saját kreálmány. De mondhatnám neked egy nagyon egyszerűt, mondjuk a vérnarancsot. Ez is ugye van egy szezonja, január-februárban van a főszezonja, olyankor kell megvásárolni hozzá a vérnarancsot, és ilyenkor szezon közben úgy tudunk dolgozni, hogy az alapanyagot elkészítjük január-februárban, betesszük a fagyasztókamrába, és utána egész szezonban tudunk belőle dolgozni. Tehát annyi fagylalt készül belőle, amennyi készleten van. Tehát, hogyha mondjuk augusztus közepére elfogy a vérnarancs, onnantól kezdve nem lesz vérnarancs fagylaltunk. Minél gyorsabban meg kell kóstolni. Ha azt mondod, hogy szereted a savanykás fagylaltokat, akkor mindenképpen. Akkor már ott tartunk, hogy nem tudok választani. 48 íz, végigmehetünk egyesével. Narancsos sütőtök. Olyan is van? Igen, cékla.
Wow. Azt elhiszem, hogy finom. A céklából már sok finom, elsőre hihetetlennek hangzó finomságot kóstoltam, úgyhogy elhiszem, hogy az is nagyon finom lehet. De látom, hogy van itt cukormentes szeder, igen, karamellás vanília, az is nagyon jó. A szorbé fagylaltjaink, ugye a szorbé szóba benne van, hogy vizes alapúak, tehát hogyha valaki tejre érzékeny, akár laktóz, vagy akár tejfehér érzékeny, ugye bárki fogyaszthatja ezeket az ízeket, vagy mondhatnám akár a szőlőt, ez egy Otello szőlő. Ugye évekig problémás volt az Otello szőlő, azt mondták, hogy ki kell vágni, mert nem jó, utólag rájöttek, hogy mégis jó, viszont kiirtották a nagy részét, kivágták, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz beszerezni, de mi minden évben hozzájutunk, úgyhogy az Otello szőlőből készül ez a fagylalt, és 60% a gyümölcs tartalom, ami azért önmagában egy nagyon nagy tény, mert hogyha az ember ilyen ipari sűrítményekben dolgozna, ott 2-3 vagy maximum 5%-ról tudunk beszélni, itt 60. Jelentős különbség. Kóstoljunk? Igen, szerintem én megkóstolom a fekete cseresznyét, amit mondtam. Szomélyi fekete cseresznyét? Igen. Ugyát szereted? Ó, nagyon. Igen. Tavaly második helyezettek lettünk vele az évfagylaltja versenyen. Tényleg? Uh-huh. Akkor mindenféleképpen. Egyébként több ilyen második helyezésünk is van, csak ugye a média másodikat már nem szokta megemlíteni. Uh-huh. Érdemes mindenképpen megkóstolni. Akkor marakujásat is szeretnék. Meg talán, akkor lehet, hogy a céklát, amit mondtál. Akkor jó, vörös lesz a szám. Igen, ebből látszik, hogy valahogy a piros ízek azok, amik... Nem véletlenül pirosak ezek a gyümölcsök, mert az általában a piros gyümölcsöknek van erősebb íze. Uh-huh. Szőlő? Jó, legyen egy szőlő. Köszönöm szépen. Fú, most nem is tudok választani, hogy most a fagyit vagy a sütit tegyem meg először, de nekünk sietnünk kell, ugyanis megnézzük az órajátékot. Neked nagyon szépen köszönöm, Balázs, köszönöm, és biztos, hogy vissza fogunk jönni. Köszönöm szépen. Én is. Sziasztok. A finom fagyival a kezemben már sietek is, hogy elcsípjem a város híres órajátékát. Mióta van az órajáték? 2002 óta létezik az órajáték, ami Kovács Jenő órásmester alkotása, a kerámia figurák pedig Ecsedi Mária tervei alapján készültek. Két pálya tartozik az órajátékhoz, amit most látunk, az egy évben csak egy hónapig, májusban látható, ugyanis amikor megvan a központi ballagás, akkor idejön a polgármester úr a végzős osztályok osztályfőnökeivel, megköszöni a munkát, és ilyenkor átállítják erre a pályára, ahol tanulók, professzorok figurája vonul fel. A másik pálya, ami a többi hónapban látható, ott pedig a harsonásnak a figurája látszik. Amikor jelt ad, akkor megjelenik István király és Imre herceg, Szent László a konvitézzel, Szent Erzsébet, Szent Margit, valamint Mátyás és Beatrix. Alatta egy nagyon különleges csillagászati óra található, csillagjegyekkel, külön vannak jelölve fehérrel a nappali, sötétkékkel az éjszakai órák, valamint 14 bronzharang tartozik hozzá, ami elektronikusan vezérelhető, és több dallamra is lehet programozni, 2 óránként szólal meg az órajáték. Ha már játékosságról van szó, akkor nem is hagyhatjuk ki a városban található 7-7 játékmúzeumot. Akik Székesfehérváron jártak már, azok bizonyára hallhattak a 7-7 játékmúzeumról. Itt vagyunk mi egészen pontosan, és hogy miket találunk, azt pedig tőled kérdezem, milyen tárgyak és milyen célból vannak itt. A Moskoszki gyűjtemény, amelynek itt a kiállító terében vagyunk, ez egy 19. századi, főként 19. századi polgári játékgyűjtemény, és az érdekessége az, hogy egyetlen gyűjtőtől, Moskoszki Évától származik az összes játék, több ezer darabról van itt szó, és az érdekessége, hogy kis babaszobákban vannak rendezve ezek a tárgyak, maguk a gyűjtők, Moskoszki Éva és édesanyja rendezték el így a tárgyakat. Látom, hogy vannak babaszobák, de makettek is, tehát egészen a lányos játékokig, a fiús játékokig minden megtalálható itt. Igen, érzékelhető, hogy két hölgy gyűjtötte ezeket a játékokat, tehát a babaszobákban babútorok, kis porcelánedények nyilván többségben vannak, de a fiúk játékai is megjelennek, egy hatalmas vár és ólomkatonák segítségével ez is bemutatásra kerül. És milyen programjaitok vannak?
A legfontosabb talán, hogy a kiállításhoz rendszeresen tartunk múzeumpedagógiai foglalkozásokat, tehát iskolás, óvodás csoportokat várunk foglalkozásokra, ahol képzett múzeumpedagógus ismerteti meg a gyerekekkel ezeket a játékokat, és magát a múzeumot is, tehát egy nagyon fontos dolog az, hogy múzeumra szocializálnak ezek a foglalkozások. A gyerekek itt jól érzik magukat, hiszen játékok között vannak, és akkor természetes közegükké fog válni a játék és a múzeum is. És a felnőtteknek mit tartogattok? Felnőtteket is várunk sokszor, hiszen tudományos konferenciákat is szoktunk rendezni, és ismeretterjesztő előadásokat is. Általában ilyenkor egy-egy témát szoktunk kiemelni a gyűjteményhez kapcsolódóan, vagy a polgári életmód kapcsán, vagy pedig egy-egy tártípust mutatunk be, mindig egy szakértő közreműködésével. Említetted, hogy azért itt Fehérváron a játékoknak van egy eseménye, amit mikor tartotok, és ilyenkor mit szoktatok csinálni? Milyen programokkal várjátok a családokat? A 7-7 játékfesztiválról van szó, ez most május 25-26-án lesz, ez a Városi Gyereknap, tehát egy tömegrendezvényről van szó, és nagyon szeretjük ezt az eseményt, hiszen ilyenkor azt mondhatom, hogy kitelepülünk az utcára, a múzeumpedagógiai foglalkozásunkat visszük oda ki, több ezer gyereket várunk, jönnek is, bejönnek mindig a múzeumba is, játékos feladatokon keresztül egy hét próba segítségével ismertetjük meg őket a tárgyakkal, a múzeummal, és ezen kívül pedig magas művészeti értéket mutat, színpadi programok és egyéb játékelemek vannak ilyenkor Fehérvár belvárosában. A gyűjtemény után a múzeumban egy újonnan nyílt kiállítást is körbejártunk. A 7-7 játékmúzeumnak a tavaly májusban nyílt állandó kiállításában vagyunk, vonalba zárt történetek címet kapta ez a kiállítás, és Réber László grafikus művésznek az alkotásait lehet itt látni. Ami miatt ez ismerős lehet, ahogy ezt itt az előtte is felvezetted, a Janikowski Évának és Lázár Ervinnek az abszolút emblematikus és gyerekkorunk meghatározó élményei közé tartozó könyveit illusztrálta többek között Réber László, és ezekből válogattunk itt a teremnek az első felében, aztán a terem másik felében pedig ott komolyabb, úgymond felnőtteknek szóló irodalmi művek illusztrációit mutatjuk be, meg kisfilmeket. Hát változatos az a program, amivel a kiállításhoz kapcsolódóan az érdeklődők, hát így, amiben részesülhetnek, egyrészt tárlatvezetést lehet kérni, másrészt itt, ahol most járunk, ez egy óriási méretű társasjáték, az ott kezdődik a bejárati ajtónál, ott van hozzá a dobókocka, és itt ez a Szegény Johnny és Árnika mesét dolgozza fel ez a társasjáték, amelyet természetesen Réber László rajzolt, és a gyerekeknek is, gyerekek felnőttek egyaránt játszhatják, a lányok koronát vehetnek fel, Árnikának a koronáját, illetve a fiúk pedig Szegény Johnny kalapját vehetik fel a játék során, és hogyha itt tovább megyünk, akkor ez ugyancsak a kisgyerekeknek, kisgyerekekre gondolva készítettük egy ilyen a babaszobáknak az analógiájára. Ez Sebők Évának az Állatszálloda című alkotását dolgozza fel, és itt a szálloda ablakain bepillantva láthatjuk, hogy ki mindenki lakott ebbe a szállodába, mi mindent csinálnak itt a szállodába az állatok. Fürdenek, fodrászhoz mennek. Ez az egyik kedvencem itt középen, ahogy az oroszlán fodrásznál jár, és közben az oroszlán, ugye az állatok királya, a palástját fölrakja, föl van akasztva a palástja a fogastra, és a koronája is oda van rakva, mert hát ugye a fodrászhoz le kell venni a fejéről a koronát, nagyon kedves rajz. Beléptünk a felnőttek világába, de hogy ez itt van egy átmenet, hiszen ez egy átmenet valóban az életünkben. Ide
Óriási ez a Réber hagyaték, ami a múzeumokba került 2006-ban. Ebből bőségesen lehetett válogatnunk, illetve egyetlen a Réber életmű olyan szerteágazó éppen a könyvillusztrációs tevékenysége miatt. Itt, amit bemutatunk, az a Őrkény István egyperces novelláihoz készített illusztrációi, ebből egy válogatás. Itt Őrkénynek egy 1969-ből származó levele is olvasható, illetve itt ezekre a képeket, hogyha ezeket megérintjük, akkor a szöveg illusztrálja rendhagyó módon a képet, tehát végig... A utolsó meg. És ezt itt végig lehet hallgatni. Végig lehet így hallgatni ilyen formán a képhez kapcsolódó szöveget. Itt a karikatúráimból is van egy válogatás, ezt is így lehet lapozgatni. Köszönöm a körbevezetést, viszont csöppenjünk vissza egy kicsit a gyerekkoromba, és ki fogom próbálni ezt a szuper társas játékot, és megmutatnád akkor pontosan, hogy is kell ezt játszani. Igen. Ahogy azt már említettem, a városban pezseg az élet, és nem csak látnivalókban, de programokban is igen színes Székesfehérvár. Hamarosan ugyebár kezdődnek a székesfehérvári királyi napok. Mit kell ez alatt érteni? Milyen ünnepség lesz itt? Ugye nehéz elképzelni, hogy itt mögöttünk ezen a csendes, jelen pillanatban csendes helyen egy óriási színpad fog állni, ahol a székesfehérvári Vörösmarty Színház közreműködésével a koronázási szertartási játékot mutatjuk be. Egyébként ez egy hosszú idő óta zajló, és azt gondolom, hogy Fehérvárnak még sokáig büszkeségre számottartó rendezvénye lesz a szertartási játék, ahol most negyedik Béla lesz a főszerepben. Én azt gondolom, hogy Fehérvár negyedik Bélával szorosan összefügg, bár egy vesztes Muhi csata köztödik a nevéhez, de mégis egy olyan király volt, aki hosszú távon sokat köszönhetett ez a város is. A szertartási játék köré szerveződik egyébként a székesfehérvári királynapok, és ebben a pár napban, akik eljönnek Székesfehérvárra, nem csak negyedik Béla korával találkozhatnak, hanem egyéb középkori eseményekkel is. Tulajdonképpen egy élő történelmi társasjáték fog bennünket körbevenni, amiben szerepel lesz például egy lovagi akadálypályának is, amit az idén már 30 méter hosszú lesz. Itt fognak találkozni a Fehérvárra érkezők azzal a 21, most már az idén 25 méter magas óriásbábbal, akik augusztus 20-án felvonulnak, és természetesen a nap, illetve hát az előttünk álló augusztus 10 és 20 közötti 10 napban bármelyik pontján feltűnhetnek a városban. És ha már ennyire előre vetítjük akkor ezt az eseményt, akkor júliusban végig találkozhatnak minden hétvégén ezekkel a bábokkal, hiszen szeretnénk ezt az eseményt reklámozni, és azt gondoljuk, akik eljönnek júliusban, lehet, hogy visszavágynak majd Székesfehérvárra augusztusban. És ez egy minden évben megrendezendő esemény? Minden évben, és van még egy kiemelt eseménye, ez egy jövőre 25 éves fesztivál lesz, ez a Királynapok Nemzetközi Néptánc Fesztivál, aminek az Alba Régia Táncegyüttes a vendéglátója, 8 ország lesz a vendégünk, Tájván, Törökország, Kanada, Kolumbia, Indonézia, Macedónia, és természetesen az Alba Régia Táncegyüttes minden táncosa. És az idei év nagy különlegesség még az az óriás sakk, amiben egyébként a Muhi csatát fogjuk eljátszani. Most egyébként még itt a háttérben látszik az a kicsi színpad is, ugye ezt fogjuk majd máshol felépíteni a városban. Ez egy 10 méter x 10 méteres sakktábla, és a fehér és, illetve a világos és a sötét bábok fognak összecsapni. Én remélem, hogy majd a királynapokra már lesznek szurkoló tábora is a magyar seregnek. A többi programról már Csegek Lotilddal beszélgetünk a Város Kabrió buszán. Milyen programok várják az ide látogatókat? A város nagy rendezvényei mellett a Turinform iroda szervezésében évről évre igyekszünk minél nagyobb programkínálatot biztosítani az elsősorban a turistáknak, de természetesen a helyi lakosokat is nagyon sokszor megszólítjuk ezekkel a programokkal. A tavalyi év nagyobb dönsága ez a kabriobusz, amin most is ülünk. Tavalytól kezdve rójuk vele mind a város utcáit, mind pedig kitekintve a Velencei tó irányába kirándulgatunk.
ezek hatalmas sikerrel mentek már az elmúlt évben is, és az idén tervezzük ezeknek a programoknak a frissítését. A Velencei tó felé ismét el fogunk látogatni minden szombat délután, újra töltve a tavalyi programkínálatunkat, illetve itt a városon belül is tervezünk városnéző túrákat. Ugye ez egy teljesen más élmény a kabrióbuszról kitekintve végignézni, egy kicsit kilépve a belvárosból és a távolabb eső látványosságokat is meg tudjuk ezzel a busszal csodálni. Illetve idéntől kezdve gasztrotúrákkal szeretnénk színesíteni a kínálatot, ami szintén városon belül, illetve a vonzás körzetünkbe fogunk elkalandozgatni. Lesz itt fehérvári sörkóstolótól kezdve borkóstolón át nagyon sok izgalmas program. Érdemes lesz majd emiatt figyelemmel kísérni bennünket az elérhetőségeinken. Ha valaki már úgy érzi, hogy felfedezte a belváros minden látnivalóját ezeken a sétákon, akkor érdemes felpattanni a buszunkra, városnéző sétákra, hiszen ez a busz megadja azt a lehetőséget, hogy a külvárosi látnivalóinkat, mint például az egyik legismertebb és legszebb helyet, a Borivárat is megnézhessék. Természetesen ezt úgy kell elképzelni, hogy idegenvezető kíséri a csoportot, és rengeteg érdekes információt, különlegességet tudnak meg a városról a buszon ülve is. Úgyhogy azt gondolom, hogy a busz segítségével és a nagyon kreatív idegenvezetőink segítségével gyakorlatilag az egész várost most már be tudjuk mutatni. És a városon kívül is. Így van, és a városon kívül is most már nagyon izgalmas programokat tudunk kínálni, hiszen a Sóstó Látogatóközpont megnyitásával ott is elérhetőek lesznek garantált túráink, mint például a Sóstó Természetvédelmi Területen szakvezető segítségével egy nagyon különleges élő világot ismerhetnek meg az érdeklődők, illetve stadion túrákkal is készülnek a látogatóközpont munkatársai, ahol pedig egy működő foci stadion kicsit hátterébe, kulisszájba tekinthetünk be. Úgyhogy mindenképpen ezt is egy érdekes programnak tartom a nyári időszakban, vagy akár már most a tavaszi időszakban is. Ahogy adásunk végéhez közeledünk, utolsó állomásunkra érkezünk, a Sóstói Természetvédelmi Terület és Látogatóközpontba. Azt ugye láthattuk, hogy Székesfehérvár gyönyörű belvárossal rendelkezik, de most egy kicsit kijebb jöttünk, és megnézzük ezt a gyönyörű természetvédelmi övezetet. Mesélnél nekünk egy kicsit, hogy hol vagyunk, és mi a jellegzetesség, vagy miről lehet ez most egy kicsit nevezetesebb terület? Igen, hát most Székesfehérvár gyakorlatilag belvárosától 2,5 kilométerre vagyunk, ez egy 218 hektáros természetvédelmi terület, ebből 121 hektár országosan védett rész. Nagyon gazdag élőhelyekről beszélünk itt a város közepén. 8 kilométer hosszú tanösvénnyel, egy nagyon jó kis rekreációs parkkal, és azt gondolom, hogy nagyon, nagyon jó sikerült a tavaly évben elvégződött vizes élőhely rekonstrukció, és ugye láthatjuk is a tavon, hogy mennyi madár van. Nagyon sokat kijönnek ide a székesfehérváriak, itt pihenni, olvasgatni, kirándulni, és a testközelből meg lehet itt figyelni rengeteg fajt egyébként, ami mindenki számára érdekes lehet. És a Sóstónak nevezett tavatok, ez mesterséges vagy természetes tó? Hát ez jellegileg kapcsolódik a Kiskunság és itt a Velencei tó Szikesmi voltához, tehát alkális ott tartalmazott, és hát valamilyen szinten még most is tartalmaz. El kellett végezni egy komoly vizes élőhely rekonstrukciót a tavon, mert eléggé feliszapolódott. Ez hála Istennek elvégződött a tavalyi évben. Azóta azt gondolom, hogy nagyon él a víz, nagyon pezseg, nagyon magas a biológiai sokféleség, úgyhogy tényleg nem csak a kirándulók számára, hanem tényleg a természetfotósok, a kutatók számára is egy nagyon kedvelt célpont itt a város szívében, mondhatjuk így. És milyen különleges élőlényeket találhatunk itt? Hát amiért védett lett a terület, az főképpen a botanikai összetétele, tehát 12 orchidea fajról érdemes említést tennünk.
Ezek májusban, júniusban virágoznak, de hát most egyébként nagyon meglepődtek a nemzeti parkos kollégák, vagy éppen a szakmai szervezetek is, mert a tavon nagyon sok olyan fokozottan védett madárfaj jelent meg, és költ is, amelyek régebben nem feltétlenül fészkeltek nálunk. Például az idei év madara gólyatöcs, 2019-nek egy emblematikus faja. Tehát például a mai napon figyeltünk meg fekete nyakú vöcsköt, üstökös gémet, törpe gémet. Tehát ez egy város közepén azért nem feltétlenül a legalapvetőbb, és hát a legmegszokottabb fajok, mondjuk így. Most pedig beérkeztünk a látogatóközpontba. Miket találhatunk itt egészen pontosan? A Sosta látogatóközpont lett Székesfehérvár környezeti nevelési központja, és azt gondolom, hogy itt fogjuk össze tényleg a civil szervezeteket, az intézményeket és a természetvédelem és környezetvédelem fontosságának az előtérbe helyezését célozzuk meg. Hát van egy kis kiállításunk, amely Soston készült képeket mutatja be. Vannak gyerekfoglalkoztató eszközeink, gyereksarok, tehát lehet látni ilyen természetvédelmi témában, meg ahhoz kapcsolódó játszóeszközök vannak, foglalkoztató eszközök vannak. Nagyon sok iskolóvod, aki jár hozzánk, mindenféle korosztályból. Itt fogódik össze a túravezetési tevékenységünk is, tehát minden hétvégén, minden jeles naphoz kapcsolódóan csinálunk egy vezetett túrát. Most például a madarak és fák napja lesz hétvégén, és akkor általában itt a látogatóközpontban ezt elindítjuk, és akkor megyünk ki a természetvédelmi terület minden szegélybe, zugába. És akkor itt, ha megyünk tovább, ugye itt található a látogatóközpontban egy előadóterem, amely filmvetítésre is alkalmas. Itt is meg lehet tartani foglalkozásokat. Ugye itt konferenciateremként is berendezhető ez, lehet filmeket vetíteni, lehet mindenféle oktatási anyagot prezentálni itt ezen a részen. És hát tényleg azt gondolom, hogy nagyon jól össze tudja fogni a szakmának a mi voltát itt ezen a helyen. Kedves nézőink, azt hiszem nem is találhattunk volna szebb helyet a búcsúzáshoz, hiszen gyönyörű ez a természetvédelmi terület. Köszönöm, hogy bennünket néztek, tartsanak legközelebb is velünk, a viszontlátásra!